Sziasztok, ez egy újabb Minecraft videó, viszont belekezdek egy új túlélő világba, ugyanis nézzétek meg, mi történt az előzőn. És akkor arra megyek majd, és ott fogok felmenni a hegyen, és kiukadok ott, ahova el kéne mennünk. Viszont akkor már meg is az első ment. Hopp, csak nehogy izé... Tehát elé kell rakni a csónakot. És bele is ült, király. És akkor ide kell jönni. Csak a magma cube megsebzett. hogy eltele elteleportált belőle. Hát ez nagyon nem jó. Ez nem jó. Akkor olyanokat kell, amiknek van blokka kezükbe. De hát az meg ritka, mert nem mindegyiknek van. Úgyhogy vagy ha izé bemérgesednek, akkor utána már nem tudnak kijönni a csónakból, vagy mi? Hát ez fura. Na mindegy. Itt már vannak is endőrmenek. Csak az meg ne földblokkal építsek már, mert az csúnya. Mondjuk a homok is, de már itt lelövöm azt a gasztot. De az a baj, hogy kettő is van. Ez a és nem igaz, hogy nem viszel odáig. Hopp! Lol! Aha! Ez egy kétszer annyit sebez, mint a sima tűz. Vov! Jó, ne! Nem, nem halok meg. Vagy de? De, meg fogok halni. Jó, nem, nem halok meg. De meghalok. Ezt én nem hiszem el. Jó, szerencsére nem néztem a szemébe. Tehát, hogy csak úgy kiteleportált a csónakomból, aminek elvileg nem kellett volna megtörténnie. Jó, nézzük. Megint. Mielőtt ráüthettem volna, kijött a csónakból. Hopp. Ez már megint mi volt, nem tudom. Mindegy, eszek. Jó, hogy megtámadott az Enderman? Úgy néz ki. Ha megtámadott, vagy én nem is tudom. De ez nem igaz, hogy már megint megdöglök. Jó, nem érdekel, császtok. De mi az, hogy nem tudok sprintelni, ez mi a faszom? Na végre. Na jó. Hát nem hittem volna, hogy ezt mondom, de a magma -ok sokkal ő, barátságosabbak, mint az a környék. Szóval ez a környék sokkal ö, hát, biztonságosabb. Nem, és utána jön a izé. Most mit csináljak, srácok? Mit csináljak? Valaki mondja el. Valaki mondja el, hogy mit csináljak ilyenkor. Ilyenkor mit csináljak? Visszamenni a portálhoz. Nem tudok, mert ilyen szar lávák vannak itt. És a, a izébe estem bele. A lávába haltam meg, és minden cuccom megint elveszett. De most nem érdekel, diaszettet fogok csinálni legalábbis melvértett meg micsodát. Ugye még a bányába találtam a diát, azt igazából ki is szedtem. Most így nem tudom, hogy mit évő legyek. Jön utána a magma cube. Jó, az fog történni, hogy visszamegyek, szedek homokot, és akkor majd visszajövök. Homok nélkül nem akarok elindulni. Hopp. Jó. Jó. Oké. Okay. Nem igaz, belelöknek a lávából. Telibe. Jó, nem érdekel. Megint belelöknek, jó? Nyilván. És megdöglök. És megdöglök. Nyilván. Oké. Okay kijutottunk. Nem, mert megint a lávába landolok. Jó. De mi a faszomért kell ide spónolnia ennek a buzi mobnak is, mert nem elég, hogy itt van ez a izé, ez a buzi magma kiúbok -ok is. Még jöjjön ez a lövöldöző izé is, baszki. Jó, á nem, én feladom. Rip. Rip, srácok, én feladom ezt a túlélőt, ezt a világot. Igen, már ott tartottam, hogy endőr meneket akarok ölni, viszont ez nem jött össze. Én megpróbáltam tényleg utána, csomószor visszamentem, megcsináltam a diaszettet is, a melvértet meg a, nadrágot, és visszamentem, és úgy is meghaltam, nagyon könnyen megöltek a gasztok, meg, meg, az endermenek, meg a magma Cubok, -ok. aztán meg már a végén konkrétan oda spónolt egy csomó mob, ahol van a portálom, tehát átmentem a nedőrbe, kijöttem a portálon, és már egyből ott voltak a magmakjóbok, meg, meg egy gázt. és konkrétan simán megöltésem, megöltek, és én inkább feladtam, úgyhogy ö, é, tényleg egy csomószor megpróbáltam, megpróbáltam endőrmeneket ölni, Leraktam a csónakot, és kiteleportált az enderman a csónakból, pedig elvileg ennek nem így kéne történnie. Tehát nem jött össze valamiért. Úgyhogy, ha tudtok további tippeket adni, írjátok le kommentbe. És én úgy gondoltam, hogy inkább ott feladom, és belekezdek egy újabb világba, ahol talán majd jobban felkészülök, meg valami más taktikát próbálok kitalálni, de de mindegy. Úgyhogy igen, majd lehet úgy fogom csinálni, hogy, hogy amikor játszok, akkor videózok, tehát videón kívül nem játszok. Mondjuk akkor tényleg nagyon sokáig eltartona a végig játszás, vagy legalábbis az, hogy eljussunk valameddig, de, de meglátom, hogy mennyire fog nektek tetszeni, és akkor legyen az a neve a világnak, hogy most kiviszem igen, és túlélés normál, legyen bónuszláda, és, és, legyen koordináta, igen, ezt nem is tudtam, hogy van ilyen amúgy, és ennyi, többit nem kell beállítani, és akkor kezdjük el. Belekezdtem egy ilyen speedrun féleségbe, bár ezt nem, nem nevezném speedrunnak, de meg akartam próbálni, hogy meddig jutok, és falut se találtam, tehát konkrétan nem is tudom, hogy egy vagy fél óráig mentem előre, és nem találtam falut. Mindenféle bajomot találtam, ilyen óriás fenyő bajomat, meg bambusz bajomot, meg pandát is találtam, meg ilyenek, de, de egyszerűen falut nem találtam, na de mindegy, úgyhogy ez eléggé nagy fail volt. Na de mindegy, én újra próbálom és meglátom, hogy meddig tudok eljutni most a játékba. És hát igazából ennyi. Jó, hát e ezt adta a chest, nem a legjobb, de nem a legszarabb. Még ezt az egyet átkraftolom. ilyen micsodává. ha ez más színű, ilyen, mert ilyen trópusi fa volt. Oké, és akkor ebből pedig csinálok mit micsodát. Crafting tébült. Nagyon jó. És a chestet is elviszem. Illetve a fákénakat. Nagyon jó. Ne is egy ilyen területre spúnoltam. Már is van bárány, ami nagyon jó. Ugye fontos az ágy elsőnek. És igen, ugye meg is haltam a nedőrbe, elveszett, elveszett a szintem. Wow, az, az, ott egy falu már egyből. Ugye? Nagyon jó. És a távolba pedig van egy izé. Ugye pillager izéi bázis vagy mi. Azok a rossz falusiak, akik meg tudnak támadni. Na jó, van, akkor én lekraftolom az ágyat. Szerintem, hogyha jön az este, akkor az már egyből meglegyen így ni. és um, király, jó ja, hát ilyenek nem kellenek. Viszont um, wow, lehet ilyen barnágyat is kraftolni. Na mindegy, akkor lesz két ágyunk, és um, ezt ki akartam dobni, mert nem kell. Még lehet előtte kibányászok egy kis követ, és csinálok kő csákányt meg baltát. Aztán pedig megnéz, hogy mi a helyzet ott a falu környékén. És igen, ez egy... nem, ez nem egy falu, ez mi? Nem templom, mert az máshogy néz ki. És ott egy templom. De ez mi? A ja, falu, jó. Ott a vasgólem. És pont ott mellette van egy ilyen izé. Pillager kastély vagy mi. Vagy ez a falusiaké? Hát ez nagyon fura falu nekem. Na mindegy. Megnézem a sivatagi templomot, hogy mi van benne. Remélhetőleg van benne gyémánt. Na várjátok, ez így bele van ez építve a micsodába. Na, akkor hol kell bemenni? Valamelyre erre kéne bemenni. Igen, itt van a bejárat, ha jól látom, igen. Csak el van dugva. De már hallok egy pókot is amúgy. Oké. Okay. És akkor kell a... Micsoda. Jó. Így, mi? Új Jó. Mi lerak... Ja. Ja, jó. Csak kicsit be volt bagolva. Jó. Azt hittem, hogy a homok miatt nem tudod begyulladni. És itt egy pók. Ugye? Igen. Hopp, oda is egy fákja. És akkor a pókokat elintézem. Mondjuk eléggé sokan vannak. Váó, wow, mi van itt? Ennyi pók van itt. És még egy pók. Ha várjatok, majd örökké fognak le, leesni a mobok. Jó, ide is egy. Aha, izé Pókszpóner, a sivatagi templomba. Ilyet láttatok már, srácok? Egy sivatagi templomba konkrétan spóner van. És most egy végtelen, végtelenül jönnek ki a pókok belőle. Jó, gyorsan izé. Ja, a homok az lesik. De jó. Jó, maradjál bent. Jó. Cső. De jó, Konkrétan mondom, srácok, hogy nekem mindig megvan nehezítve a dolgom. Egy csivatagi templomban egy spóner van. És a játék elején vagyok. De jó, tudom, hogy a spónerek azok fontosak, mert lehet belőlük csinálni XP farmot, meg öm, jönne egy csomó ilyen fonál, meg ilyenek. De hát egyelőre én nem nagyon örülök neki, hogy őszinte legyek. De majd kifogom fákjázni és, és akkor az már biztonságos lesz, és akkor majd tudok csinálni ilyen farmot, pók farmot, meg XP farmot. És igen, most már nem akarok meghalni, tényleg. Nem akarok meghalni egyszer sem, mert kell a szint, ugye? Kell a, az XP szint. Nem akarom elveszíteni. Közben erre volt valahol egy ilyen bánya, azt megnézem, és uh, szerzek szenet, meg követ, hogy, hogy be tudjam falazni a spawnert, vagy nem tudom. Na mindegy, hát eléggé érdekesen kezdődik a játék, és igen, itt van ez a lejárat. De itt is már zombi van. Hopp, jump shot. Nem, nem sikerült. Jó, meghalt király. Jó, és akkor gyorsan szerzek ilyen Köveket. És hát nem tudom. Hú, de megértem, hogy itt egy szkeleton van. Na, azt hiányozna még. De még nincsen vaj szettem, addig eléggé veszélyes. Ó, uh, izé, kis zombi! Ez meg még veszélyesebb. De jó, hogy ilyen mobokkal találkozok már a játék elején. Már csak Tényleg már csak egy skeleton kéne, meg egy, nem tudom, egy creeper. Na jó, az tényleg nem kéne. Na mindegy. Ah, és itt van még egy ilyen bánya. A rendszer félesség. Hát nem tudom, hogy őszinte legyek én most. Nem akarom elsietni a játékot. Nekem most tök mindegy, hogy találok egy diát, vagy nem. Az előző világban is sokra mentem a diával. azért megcsináltam kb. egy full diaszettet, aztán meg megöltek a nedőrbe. Hú, de nagy. Izé, haladás volt. Ja, aztán meg el is, el is vesztek a diaszettek, mert beleesett a lávába. <laughs> wow. Úgyhogy tök mindegy. Majd valami más taktikát kell találnom a nedőrbe. Mert nem sikerült. Vagy lehet, hogy ahhoz még túl nub vagyok. Na mindegy. Itt most alszok egyet. Aztán megnézem, hogy mik vannak a házokba. Aztán meg visszamegyek és megpróbálom kiiktatni a spónert és megnézni, hogy mi lesz a piramisba, vagy piramis, azért, templom. És akkor a mai részre ennyi lenne a Minecraft videó, szerintem egy elég izgalmas rész lesz, azt figyelembe véve, hogy milyen érdekességekbe bukkanunk így az elején, mert én még, mert én még ilyet nem láttam soha, hogy egy templomba, sivatagi templomba egy spawner van, ez szerintem ritka dolog, úgyhogy nem tudom, Megnézem, hogy mi van ebben a izébe, és van chest, Emerald. Hát jó. Ezzel majd tudunk kereskedni. Mindenféleképpen egy jó dolog volt ez. És majdnem leestem, és meghaltam volna. Hát ez egy eléggé veszélyes torony. Na de mindegy. Legalább volt kenyér is. Így né. Mi van itt? Hát lesz itt is chest. Igen, van, nézzük. És ö, kaktusz. Kaktusz, agyag, meg még kenyér, hát jó. Nem ez volt a legértékesebb csást, amit találtam eddig a játékban, de mindegy. De most engem az érdekel, hogy mi van a piramisba, vagy a templomba, kinek hogy tetszik. Az nekem nagyon fura az, a micsoda. Na de mindegy, hát oké, okay, biztos. Az a tervem, hogy oda megyek, befalazom a spónárt, hogy ne tudjanak kijönni a pókok, lemegyek, uh, kilútolom a piramist, aztán, ha lesz fákjám, kifákjázom természetesen a spónárt, és akkor majd nézek ilyen videót, hogy hogyan kell megcsinálni a pók XP farmot, vagy spónárt. Jó? Így -ni? Nem tudom, hogy mit csinálok, de remélem, hogy jól csinálom hát eddig nem úgy néz ki. Jó, megoldottam. Megoldottam, srácok. Ott lesz a spawner, tudom, hogy a, a kő mögött van. Na, ezt nem tudom mindenki ide. de mindig nincsen jó cucc benne. Jó, megoldottam a spóneres problémát, hát nem tudtam más, hogy megold... jó, nem oldottam meg, még mindig nem, de van nálam ilyen, hopp, egyet ide, hopp, egyet ide, hopp, egyet oda, és ezt még ide, jó, most már nem tudnak kijönni. Ö, ugye, ez, ugye ez nem oda vezet, ez a feljáró. De! Hát ezt nem hiszem el, látszok ez mi? Na mindegy, egyelőre úgy látszik, hogy nem akarnak engem zavarni a pókok, úgyhogy lemegyek a sivatagi templomba. Ja, de nincsen fákjám. Hát ráadszak, ez így nagyon veszélyes, de én megkockáztatom. Jó, jó, még egyet, igen, és ott a nyomólap, és azt már most kiütöm, mert nem akarok belehalni a TNT-be. Nagyon jó, kiütöttem az izéket, nézzük, hogy a csesztekbe mik vannak. Vas, nagyon jó. Enchantol izé ízelt lábok veszedelme, oké, nagyon jó, ha lesz szülőnk, akkor rárakom valamire van egy gyémánt lópánt, célok elhozom, meg egy csomó ilyen micsoda. Jó. A csontokat is elhozom, hogyha termesztünk valamit, akkor ugye csinálok csontport, és akkor ez egy ilyen kis hack szerűség, arany, wow. Arany, meg ilyen puska por, oké, az most nekem nem kell. A vas, az is nagyon jó csontokat elhozom. Arany is van, tiszta gazdagság van, jó, ezt is el. Aranyalma! Nagyon jó! Oké, okay, aranyalma, itt ilyen. Itt pedig szintén vas, nagyon jó. Ebből már kijön vas balta, vagy nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Ez pedig egy jó kis enchantoló könyv, ami, és legalább ugye, ez a, azt tudja, azt hiszem, hogy a, hogy a pókokra többet sebez. És az egy faszad dolog lenne. Igaz, nem a legjobb bencsant, de ajándék lónak, ne nézzük a fogát. Jó, és akkor én már megyek is, nem tudom, hogy hol a kiárat. És akkor megvan a vas, meg ilyen cuccok. Nagyon jó. Megnézem, hogy mi az a építmény, mert az nekem nagyon fura. Egy kis falusi szavasz cső. Nézzük, hogy mi ez az építmény. És igen, ez az, ilyet láttatok már, srácok, konkrétan a falusiak mellett vannak a pilidzsörök. Ez mi? Hát ez nagyon veszélyes a falusiakra nézve, nem? Vagy ők békében élnek egymás mellett, vagy mi? Hát ez nagyon fura, de nem tudom, srácok, írjátok le, hogy nektek erről mi a véleményetek, hogy ilyen fura dolgokba botlok, hogy egy piramis baszpónár van, meg a falusiak mellett van egy pilidzsörb kastélyi bázis. Ez kicsit durva, nem srácok? Na mindegy, én szerintem eljövök ide, ahol kezdtük, és a mai videót abba is hagyom. Ennyit sikerült csinálni az első részbe, mindenféleképpen egy érdekes kis rész lesz, és szerintem akkor majd videóba folytassuk, hogy nem tudom. Eléggé jó cuccokat sikerült szerezni, majd megcsinálom a Páncélt, vagy nem tudom, mit csinálok ebből a vasból, meg az aranyból. Na, nem mindegy, ilyen a videóra ennyi ö, dolgot hoztam volna. Ez lett volna a mai Minecraft rész. Köszönöm, hogy megnéztétek, szavaztok, és majd itt folytassuk valószínűleg.